Sziasztok, Gábor vagyok. Most bemutatok nektek néhány olyan tárgyat, amik nagyon nagy hasznomra voltak az elmúlt kaminóim során. Remélem, hogy ti is találtok közte olyanokat, amik nektek is segíteni fognak az utatokat. Először is engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Stiglitz Gábor vagyok, online marketinggel és sportmarketinggel foglalkozom. Világéletemben sportoltam, sportszereket teszteltem és fejlesztettem. Néhány éve elhatároztam, hogy túrázni fogok, ezért beleástam magam a témába. Sok mindent a saját káromon tapasztaltam meg, és ezért állítottam össze egy jó kis blogot, illetve ezeket a videókat, hogy ti már az én káromból tudjatok tanulni, és ki tudjatok belőle venni néhány olyan dolgot, ami nektek is megfelelő. Az első és legfontosabb dolog, amit szeretnék megmutatni, az a túrabot. Nem hittem benne, hogy használni fogok egy túrabotot, mert arra gondoltam, hogy ez egy ilyen nyugdíjas dolog. De igazából rettenetesen hasznos volt, főleg az északi úton, ahol nagyon sok hegymenet volt, sár, patakon átkelés, ahol ki lehet tapogatni, hogy milyen mély a patak, tolni fölfele magadat a hegyre, illetve ad egy ritmust a sétának, plusz nem dagadnak be a kezeid, mert nem lógatod magad mellett egész nap. De a túrabot, az én mindenkinek csak javasolni tudom. Nem muszáj ilyet, törhetsz is magadnak egy ágat, vagy szedhetsz az út mellett, de valami kis támasztás mindenképpen hasznos, főleg az északi úton, de a francián is nagyon-nagyon jó. A második nagyon fontos dolog, de lehet, hogy ez inkább az első, az a fürdődugó, mindenképpen kell, hogy legyen nálam, mert a szálláson én enélkül nem tudtam gondolni. Előtte sosem használtam fürdődugót, de ott helyben életet mentett, ugyanis főleg, hogyha 20-30 ember alszik egy légtérbe, és horkolnak, zörögnek, csaptognak reggel, ha nem tudod magad kipihenni, nagyon nehéz másnap sokat gyalogolni. A blogon van egy cikk, a fürdődugó teszt, ahol nagyon sokfélét kipróbáltam, nekem ez vált be, ez a puha fajta, de nézzétek meg, érdemes. Láthatjátok, hogy hányféle van, hogy érdemes próbálni, vagy esetleg ilyen próbacsomagokat beszerezni, amiben többféle fürdődugó is van, egy-egy darab, és akkor ki tudod otthon próbálni, hogy neked melyik a legmegfelelőbb. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek a dolgok nekem váltak be, nem biztos, hogy neked is pont ezek kellenek, vagy ezek lesznek jók, nem vagyunk egyformák, mindenkinek mások az igényei, ez csak inkább egy útmutatás, hogy mi lehet az, ami hasznos neked. A következő az egy darab kötél és egy pár biztosító tű. Ez ruhaszállításnál nagyon sokszor kihúzott a csávából. Körülbelül az északi úton mondjuk 33 napból legalább a felénél használtam. A francián 30 napból körülbelül 6-7-szer kellett. Ugyanis sok szálláson megtelnek a szárítókötelek, ha sok zarándok van. Ezt én kifeszítettem az udvaron, vagy akár az ágyamra, és azon tudtam szárítani a dolgaimat, illetve éjszaka, ha a töröl között ráakasztottam az alsó ágyon aludva, akkor egy kis magánszférát tudtam magamnak varázsolni. A ruhaszárításnál óriási hasznát vettem a biztosító tűknek, sokkal kisebb helyet foglalnak el, mint mondjuk a csipeszek, és jó erősek. Ezt a kötélre is lehet akasztani, vagy akár útközben a táskánkra, hogyha nem száradtak meg éjszaka a dolgaink. A következő rendkívül hasznos dolog, a masszázslabda. Ez egy úgymond luxus darab, mert ugye óriás szükséged nincsen rá, viszont este, amikor a fáradt, fájó lábak alá beteszed és gurigázol rajta a talpaddal, vagy a lábizmaidat tudod vele masszírozni, óriási felüdülést tud nyújtani, úgyhogy szerintem minden grammját megéri a súlya aranyban. Egyébként nagyon könnyű, Decathlonba kb. 1000 forint, úgyhogy ennek én nagyon örülök, hogy ezt vittem magammal. A mosáshoz ezt a fajta mosószert vittem. Ez egy 89 ml-es mosószer, citronellás, ami ilyen rovarriasztós. Nagy szükségem ugye nem volt rá, bár lehet, hogy az ágyi poloskák se szeretik. Nagyon jó, ez a 89 ml, ez nekem elég volt a kaminóra. Kb. Egy borsónyi kell egy mosáshoz. Végszükség esetén még fürödni is lehet vele.
úgyhogy ez nekem nagyon bejött ez a kis cucc, úgyhogy minden utamra egy ilyen flakonnal indulok, és pont elég is szokott lenni. Az evő eszközök, egy kis svájci bicska, illetve egy kis spork, ami kanálvilla gyakorlatilag, ezek nagyon jól jöttek. Ezzel napközben tudtam enni egy joghurtot, a bicskával ugye szendvicseket lehet készíteni, illetve a legfontosabb része az a dugóhúzó volt, mert a finom spanyol borokat ezzel ki lehetett nyitni. Nagyon sok pohár bort kaptam ajándékba azáltal, hogy másoknál nem volt dugóhúzó, nálam mindig volt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon ajánlom szeretettel. Ami rendkívül hasznos volt, még nem mindenkinek van rá szüksége, de az elektromos töltésnél először is vittem egy T-dugót, mert hogy sok szálláson egy darab konnektor jut nagyon sok ágyra, és ha valaki oda bedugja tölteni a telefonját, akkor esélytelennek nyugalmával indulunk. De hogyha bedugjuk a kis T-dugónkat, akkor mindjárt három helyet nyertünk. Ennél tovább menve lehet egy ilyen több kimenetű USB-s töltő fejet vinni magunkkal, illetve még hasznos volt egy kis powerbank, ami napközben, hogyha lemerül a telefon, vagy a zene lejátszunk, vagy a kameránk, akkor fel tudjuk dugni töltőre a zsebünkbe akár. Meg ezt én szívesebben hagytam ott a szálláson őrizetlenül a töltőn, mint mondjuk egy telefont vagy egy kamerát, úgyhogy ez akár ilyen biztonsági megoldást is tud jelenteni. Nem szabad itthon hagyni a naptejet, mert sokan nem gondolnak rá, de ott azért eléggé tűz a nap, és általában egy irányból az ember nyaka, a bal oldal, a karja le tud égni, ezért kell, hogy legyen az embernél napolaj. Ami még rendkívül fontos volt, az egy neszeszer, méghozzá egy akasztós neszeszer, ugyanis a zarándokszállásokon olyan, mintha egy akasztó az mondjuk $1 millió kerülne, mert egy zuhanyzóba egy akasztót raknak fel általában, ahova fel kéne tennünk a ruhánkat, a törölközőnket, a neszeszerünket és minden egyéb ingóságunkat, ami a zuhanyzásnál szükséges lehet. Viszont ezzel, hogyha ezt felakasztjuk, akkor még marad helyünk a többi dolognak, úgyhogy az akasztós neszeszer nagyon jó, mert általában nincsenek polcok, székek, semmit, nem tudod letenni sehova a cuccodat, csak a vizes kőre, és ezért ezzel meg tudod menteni magadat az elázástól, úgyhogy ezt nagyon javaslom. Ami a bevásárlásnál jött nagyon jól, egy kicsi vászon zacskó. Ez egy ilyen kis maréknyi valami, nagyon kicsi helyet foglal, több funkciós, ezt az IKEA-ból szereztem, egy sima bevásárló zacsi. Ugye a környezetvédelem jegyében nem árt, hogyha nem nylon zacskóval vásárolunk, úgyhogy egy ilyen kaminó alatt egy 20-30 nylon zacskót meg lehet ezzel sporolni. Plusz a kajánkat tudjuk benne tartani, illetve akár a szennyes ruhát, bármit bele lehet tenni, súlya szinte semmi. Ennél egyen jobb, amit én is használok, ez egy nagyon pici, de 20 literes hátizsák. Én azért szeretem ezt, mert ilyen kameratechnikát is viszek, tehát ha elmegyek vásárolni, akkor én azt magammal szeretem vinni. Ezt csak kicsomagolom, és egy teljes értékű hátizsákot rejt ez a kis csomag. Így. Hátizsák. És kész. És mindent magammal tudok vinni. A Decathlonban is kapható 2-3000 forintos tétel. Nagyon-nagyon hasznos, nagyon szeretem. Amit még szeretnék mondani gyorsan így a végén, élelmiszer. Nem érdemes vinni sok kaját, se gyógyszertárat, mindent lehet kapni, főleg a francia úton egymást érik a települések és a boltok. Én szoktam vinni egy ilyen zacskós levest, ez egy bögre leves, hogyha valahol esetleg egy kis faluba későn érkezünk, forró vízzel már megvagyunk. Egy kis zapkását, ugyanez a helyzet, egy bögre forró vízzel egy reggeli vagy egy vacsora gyorsan össze lehet ütni. Egy kis müzli szelet. Vész esetére volt már rá, például egy 8:30-ig mentem este, mert nem volt szállás, akkor egy így hasznos. És ami a legfontosabb, egy kis instant kávé, mert én meghalok, ha reggel nem ihatok egy kávét, és volt egy-két hely, ahol nem volt kávéautomata, illetve 10 kilométerre volt a következő bár, úgyhogy ennek nagy hasznát tettem. Majdnem kifelejtettem a legeslegasznosabb eszközt, ami csak velem volt valaha az úton, az a csősáll. A csősállból én 2-3 darabot viszek magammal, tudom rakni a nyakamra, a fejemre, sapkának, a szememre és a fülemre alvásnál, illetve
így a csuklomra rakva törölgetni az izzadságot a homlokomról. Tökéletes. A csősáv mindenre jó tényleg. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem találtatok benne hasznos cuccokat magatoknak is. Ne felejtsetek nyomni egy kis lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, vagy kövessetek Facebookon vagy Instagramon. A felszerelésekkel kapcsolatos linkeket itt lenne a videó leírásában megtaláljátok, akár a füldugó tesztet, a túrabot használatát, vagy a felszerelés listát be fogom ide nektek tenni. Illetve hamarosan készítek egy újabb videót arról, hogy mit viszek magammal a következő utamra, hogy mi kerül a hátizsákomba. Úgyhogy maradjatok velem, iratkozzatok fel, és akkor értesülni fogtok az új videókról. Köszönöm szépen!